Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, az ismerős soros adását látják, benne pedig egy olyan vendéggel, akit általában gazdasági témákról szoktunk kérdezni, és hát általában a Kerekasztal című műsornak a vendége. Ő nem más, mint Hága László, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára. László, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. Főként azért is, mert most bízom benne, hogy a következő szűk fél órában egy más típusú Hága Lászlót ismerhet meg az ember. Nem a pénzügyi szakember, nem a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára, hanem az a Hága László, aki mondjuk milyen a mindennapokban, és mondjuk hogy jutott el a titkári pozícióig. Szerintem kezdjük az alapoknál. Hát ha az alapokhoz visszamegyünk, akkor ugye középiskolával kezdi az ember. Általában a 8 osztály elvégzése után én alapvetően tolnai vagyok. Tolnán születtem, Tolnán éltem végig, és ma is tolnai lakos vagyok. Tehát mondhatom azt, törzsgyökeres tolnai. Tolnán az általános iskola elvégzése után bekerültem az akkor éppen induló és új képzési formát nyújtó szakközépiskolába, a Rózsa Ferenc szakközépiskolába. Az első évfolyamosok voltunk mi, akik akkor bekerültünk, gépész szakozaton, gépész szakon. Ezt elvége, ez 1969-73-ig terjedő időszakban volt. Az iskola elvégzése után én úgy éreztem, hogy egyelőre a tanulásból nekem elegem van, és inkább a munka felé orientálódtam. És... De gondolom, ezzel akkor sokan voltak itt, tehát ez egy ilyen korszellem volt akkor. Hát igen, igen. Akkor általában mindenki az iskolát már idézőjelben unta, és inkább egy feltételezett könnyebb élet reményében a munkát választottuk, ami utána rájöttünk, hogy természetesen nem így van. De hát ezek voltak az első próbálkozások. Tehát a selyemgyárba kerültem Tolnára, karbantartó lakatosként. Itt 73-tól 75-ig tevékenykedtem. Itt is meg kell említenem egy nevet, és több nevet fogok említeni itt a beszélgetésünk során. Bence Jánosnak hívták, Jani bácsi volt ott egy öreg, hozzám képest akkor öreg, de jó középkorú szakember, aki nagyon sokat segített engem abban, hogy a szakmát megszerettem, és a szakmát elsajátítottam. Tehát őnek nagyon sokat köszönhetek, így az indulásnál mindjárt, ez biztos. Tehát 75-ig így ebben a műhelyben az ő égész alatt tevékenykedtünk, akkor az akkor kötelező sorkatonai szolgálat következett, 2 évre kivontak így a termelésből bennünket, és elmentem. Ercsibe voltam katona 2 évet, szállító szakasz írnokként tevékenykedtem. Jó helyen volt, és ott is már irányítással, gépkocsik szervezésével, ilyesmivel foglalkoztam. Mi történt a hadsereg után? Hát a hadsereg után egy nagyon fontos dolog történt velem, megnősültem. 1977-ben. Töréspont vagy fordulópont az akkori legény évek után? Egy fordulópont, de egy pozitív fordulópont volt az életemben. Megnősültem, aztán 79-ben és 80-ban megszületett egy-egy fiam, Balázs és Tamás, és visszakerültem természetesen előző munkahelyemre 77-ben a selyemgyárba, de már nem arra a részre, ahol előtte dolgoztam, hanem a gépműhelybe, a forgácsoló műhelybe, ahol előbb köszörűsként, aztán esztergályosként, illetve marógépen dolgoztam. Egészen addig, ameddig el nem kerültem egy lehetőséget kihasználva az Express utazási irodához. Express utazási irodához, azért így, hogy is mondjam, a fizikai szakmunka után honnan jött a majdnem utazás szervezés. Tehát azért tényleg ez hogy került a képbe? Hát ez úgy került a képbe, hogy az akkori ifjúsági mozgalmon keresztül, tehát a KISZ-en keresztül, a KISZ-nek a vállalata volt, kaptam egy lehetőséget, illetve egy felajánlást, hogy ennek a vállalatnak lehetek a szervezője, ami annyit jelentett, hogy külföldre irányuló utakat kellett szervezni a megyében, vállalatoknál, cégeknél, termelőszövetkezeteknél. És erre kaptam egy lehetőséget, ami ebben nagyon csábító volt, az, hogy a fizetésem majdnem a duplája lett annak, ami akkor jelen pillanatban a selyemgyárban volt. Én szerettem mindig a kihívásokat, ez tetszett ez a dolog, mozgalmas volt, utazással járt, saját gépkocsi használattal abban az időszakban, járni a megyét, szervezni, próbálkozni, és itt is eltöltöttem egy jó pár évet az Express utazási irodában. Ez 81-től 85-ös időszakot takarban. Azért gondolom, hogy itt tehát a rendszerváltás előtt egy utazási irodánál dolgozni, hát az ugye a lezárt határoknál, meg a vasfüggöny mögött azért mindenkinek beindítja a fantáziáját. Azért álljunk meg az Express utazási irodánál egy szóra, hogy tényleg volt itt valami kiemelkedően kedves emlék, tehát tényleg olyan, ami azt mondom, Express utazási iroda, akkor egyből rávágja, hogy akkor ez történt velem, és az abban a korban is nagy szám volt, és máig nosztalgiával emlékszik rá az ember. Hát abban az időszakban általában, és az ifjúsági utazási irodák nyilvánvalóan a
elsősorban a szocialista országokban szervezett utazásokról szólt. Bulgária, NDK, Szovjetunió, Jugoszlávia. Ezek voltak Jugoszlávia, ezek voltak a sláger dolgok, de már akkor nyitott volt a vállalkozás, illetve a vállalat külföldi utakra. Franciaországban Loire-menti kastélyok voltak egy ilyen nagyon népszerű és jó útvonalunk, valamint olaszországi körutazásokat is szerveztünk, illetve volt kettő utunk még Londonba és Hollandiába. Tehát ezek abban az időszakban, ugye nem biztos ismeretes mindenki számára, valutakeretek voltak abban az időszakban, és a valutakeret terhére tudtuk ezeket az utazásokat az egyéni embereknek megszervezni, természetesen buszos vagy repülőgépes csoportokként. És az utazás szervező az akkori irodavezetőnek hova sikerült eljutnia? Mert ez az, ami a következő kérdés, ami mindig adódik, hogy sikerült, tehát protekcióval valahova kijutni. Hát igen, több szocialista országban sikerült eljutnom, Bulgáriába, Jugoszláviába és az NDK-ba is. Külföldi utat sajnos nem. Hát ez akkor működött általában, hogy a külföldi utakat központi szervezésben, tehát ezeket a nyugat-európai utakat központi szervezésben, országos szervezésben szerveztük, és általában az országos vezetők mentek ezekre az utakra kísérőként, illetve idegenvezetőként. Itt említett, hogy nagyon szereti a kihívásokat, és azért tényleg itt álljon meg egy szóra. A honvédségi évek alatt is azért szervező munkában vett részt, az Express utazási irodánál szintén szervező munkában vett részt. Ez a szervezés mondjuk a fonógyári évekre is, tehát az eddigi, már a munkában eltöltött évekre végig-végig jellemző volt? Hogy ott valahol ott lenni, ahol a munkafolyamatot meghatározzák és felépítik. Ez mindig jellemezte önt? Ott a sejemgyárban azokat a kihívásokat szerettem, például egy gépfelújítás 18 évesen, amit rám bíztak, és sikerrel megoldottam, ott a szakmában voltak a kihívások. A későbbiekben az utazási irodákban, meg a tulajdonképpen a honvédségnél kezdődött el ez a szervező irányító tevékenység, ami nem a fizikai munkához kapcsolódik, de mindig szerettem csinálni, és a mai napig is szeretem ezt a tevékenységet, és a kihívásokat is. Ugye amikor ismerőst készítünk valakivel, akkor ugye nem árt, sőt illik felkészülni a riportolanyból, és amikor elküldte az önéletrajzát, hát kapásból, ugye az Express utazási iroda utáni évek, az pedig egy gyermekotthon fad. Ez szerepelt az önéletrajzban, ez szintén egy éles törés. Ez honnan jött? Hát ennek szintén oka van, mint mindennek az ember életében. Ez onnan jött, hogy én az Express utazási iroda tevékenységem alatt elkezdtem a Dunaújvárosi Nehézipari Főiskolát gépész szakon, és elkövetkezett az az idő, amikor az Express utazási iroda ezt a tevékenységet nem támogatta. Na most a támogatás nélkül, tehát nem engedtek el konzultációkra, nem engedtek el az iskolában, annyi munka volt, illetve olyan átszervezések történtek, hogy erre nem volt lehetséges. Én akkor a képzési idő felénél tartottam, tehát másodikos év végén, és valami megoldást kellett keresnem. Vagy halasztok, és későbbiekben valamit még megpróbálok, és majd befejezem valahol ezt az iskolát. Ezt nem szerettem volna, ugye, mert egy halasztással lehet, hogy elsinlik a dolog. És akkor inkább kerestem egy másik megoldást. Kerestem egy olyan vállalkozót, vagy olyan céget, aki támogatja a tanulásomat, és mellette még ugye munkahelyet is tudok szerezni. Itt megint egy nevet kell említenem, Bali János. Tolnai szintén az úriember, azóta már nyugdíjas és boldog nyugdíjas éveit tölti, hosszú évek óta. Ő segített engem abban, hogy felvett a nevelőotthonba Fadra, és támogatta a továbbtanulási szándékomat, illetve az iskolai tevékenységemet. Nyilvánvalóan ez egy teljesen más jellegű. Ez lett a következő gondolat, hogy ez azért teljesen más profil. Tehát egy dolog, hogy express út vezet ugye Fadra, különböző segítségnek köszönhetően, de ha valami, akkor ez kihívás. Így van, így van. A gyerekeket mindig szerettem, próbáltam hozzájuk közeledni, és a kihívás a másik oldalon, hogy ezt is megpróbálom az életben, mind a mellett egy bizonyos fokú kényszer is, ugye, ami az iskola befejezéséhez vezetett. Itt is szerencsém volt, mint elmondhatom egész életem során. Itt is egy új rendszerbe csöppentem bele. A nevelőotthon előtte klasszikusan úgy működött, hogy nagycsoportos létszámban, gyerekek közösen, közös hálóhelyiségben voltak, és így folyt a gyerekeknek a nevelése, és próbálkoztunk a gyerekeknek az irányításával. Nyilván a családot nem tudtuk pótolni. Akkor jött egy országosan jó ötlet,
ez is tartozik az akkori igazgatómhoz, Bali Jánoshoz, aki felvállalta ezt a tevékenységet, hogy úgynevezett kis csoportos rendszerben kialakítani a nevelőotthonban a nevelést, családias környezetben. Ami annyit jelentett, hogy 8-10 gyermekhez két gondozónő és egy pedagógus csoportirányító tartozott, akik saját maguk hétvégén már saját maguk főztek maguknak, különböző tevékenységeket folytattak. Ennek következő lépése volt az, hogy egy országosan első projektként a Fadi nevelőotthon kapta meg azt a lehetőséget, hogy egy különálló családi házban kipróbálja gazdálkodással egybekötve ezt a tevékenységet. Akkor rám esett a választás ennek a csoportnak a vezetésére, és egy teljesen külön helyen a nevelőotthontól távol, de a faluban, egy családi házban külön kialakított hálószobákkal, tehát már külön hálószobákkal, 10 fővel létrehoztunk egy ilyen családias csoportot, ahol a gyerekek gazdálkodtak. Ez annyit jelentett, hogy növénytermesztéssel foglalkoztunk, fóliáztunk, állattartással foglalkoztunk, sertéseket neveltek a gyerekek. Ipari tevékenység első szele. így van valóban. És így még egy kis vágóhíd is tartozott a dologhoz, tehát a vágást is meg tudtuk oldani. Ezzel a gyerekek nem csak a gazdálkodásról, a tevékenységről és a tevékenységi formákról kaptak tájékoztatást és belelátást, hanem én úgy érzem, hogy egy kis szakmát is kaptak a kezükbe, mert innen kikerülve 18 évesen már tudtak mezőgazdasággal, állattenyésztéssel, és netalán még a feldolgozással is bizonyos fokig foglalkozni. Mi lett azokkal a gyerekekkel, akik kertészkedtek, sertést neveltek, stb.? Hát a mai napig is nagyon sok, pedig ennek jó pár éve már, találkozok itt Szekszárd és Szekszárd környékén gyerekekkel, sőt, van, aki végigjártam, az országos Sütő Gábornak hívják a gyermeket, aki Budapestől most éppen Kecskeméten tartózkodik. Tartom velük még olyan napig is a kapcsolatot, és azért egy-két gyerekkel, nyilvánvalóan nem mindenkivel, de egy-két gyereknek az életútját próbálom követni. Nem azért mondom, mert olyan számító lennék, tehát a következő kérdés az nem ebben a légkörben fogalmazódik, de ez egy nagyon-nagyon szép pálya Faddon, egy nagyon szépen ívelő karrier. Miért szakad ez meg 94 körül? Tehát túl vagyunk a rendszerváltáson, akkor is voltak hivatali strukturális átalakulások, meg hát teljes mértékig társadalmi átalakulások, amihez még ugye tudott igazodni, hiszen ezt mutatja, hogy mondom 94-ig ott volt Faddon. Hol tört el valami? Hol tört el a Mécses, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak? Hát valóban is történt, eltört a Mécses. Én nagyon szerettem ezt a tevékenységet, és éltem azért, ezért a tevékenységért, a gyerekeket is nagyon szerettem, és úgy érzem, hogy a gyerekek is szerettek engem. Tehát elfogadtuk egymást, és nagyon jól ment az egész dolog. Itt valóban egy törés történt, vezetőváltás történt. Az említett Bali János igazgatóra elment nyugdíjba, és egy új vezetés került az ő helyére, aki nem egészen úgy állt hozzá ehhez a tevékenységhez, mint ahogy én elvártam volna. Lehet, hogy bennem is volt hiba, azt nem tudom, illetve én nem tudom ezt felmérni, de akkor úgy döntöttem, hogy ezt így, ilyen formában nem tudom tovább vállalni, és akkor ott hagytam a nevelőotthont. És akkor egy dolog maradt az életében, ami a következő egy évre azért közös pont volt a Faddi évekkel, ez a zöldség. Így van. Ez pedig a családból adódik. Ugye, amikor itt befejeztem Faddon a tevékenységemet, édesapám kereskedő volt egész életében, és azt mondta, hogy próbáljuk meg egy zöldségboltot nyitni Toldán. Én ebbe belementem, ugye újabb kihívás, mint mindig. Ez újabb kihívás volt, és a kihívásnak az lett a vége, hogy egy év után be kellett látnom, hogy ez a tevékenység a másik zöldségbolt mellett Tolnán nem tud megélni, és ezt a tevékenységet abba kellett hagynom. Nem volt egy egyszerű dolog, ugye éjszaka a piacra jártam, a nagybani piacra, nappal pedig az üzletben tevékenykedtem, de hát olyan minimális volt a bevétele az üzletnek, hogy a két gyerekkel hátam mögött ezt a tevékenységet nem tudtam tovább folytatni, úgyhogy ezt fel kellett adnom. Na, akkor már van tapasztalat a fonógyár évén, hogy milyen az igazi szaki munka, tehát a szakmunka. Van egyszer vállalkozói tapasztalat, tehát lassan akkor eljutunk a kamarához, de van itt még valami. 1995 és 97 között ez a két év. Így van. Ez pedig az akkori 505-ös szakmunkás képző intézet, ez pedig a pedagógus volt, mert ugye közben Faddon befejeztem az iskolát nyilvánvalóan, műszaki tanári végzettségem lett gépész szakon. Ebből az apropóból, amikor a zöldséget befejeztem, akkor feleségem vette észre a hirdetést az újságban, hogy gépész végzettségű pedagógust keresnek az Adiban, gépész technikus osztály oktatására.
És a feleségem vette észre ezt a hirdetést, jelentkeztem, és az akkori igazgató Babai Zoltán több jelentkező közül engem választott erre a tevékenységre. A dolog pikantériája az, hogy azt a pedagógust, Ignác Györgyöt váltottam fel ebben a tevékenységben, aki engemet annak idején a Rózsában a pályán elindított. Tehát ő egy más tevékenységet folytatott abban az időszakban, és az iskolát ott hagyva az ő helyére kerültem be ennek az osztálynak, a végzős osztálynak a tanítására. Akkor mondhatjuk ilyen költé, hogy akkor ez volt élet egyik nagy aranymetszése. Ez így igaz, így igaz. És utána következett a kamara. Ezt azért lépek csak ilyen gyorsan, mert azért itt mi kíváncsi vagyok én arra, hogy nem volt olyan jó tanítani, vagy nem érezte jól magát, vagy a pedagógia sem volt az, vagy a már következő Tolna megyei és kereskedelmi iparkamarás pozíciója az, ami az összeset összefoglalja, vagy miért lépett túl az intézmény, az iskola falaim? Hát ennek több oka is van. Én szerettem a tanítást nagyon, és szerettem a tanítást és a gyerekeket, és szerettem a mai napig is. Tehát ezzel nem volt semmi probléma. Viszont újra feleségem jön a képben, aki nagyon sokat segített életem során. Most is, mégpedig azzal, hogy újabb hirdetés jelent meg a Tolnai Népújságban, mégpedig az, hogy a Kereskedelmi és Iparkamara szaktanácsadót, ellenőrző szaktanácsadót keres. És hát ő mondta, hogy hát próbálkozzak meg ezzel a lehetőséggel, jelentkezzek. Ezt úgy érzi, hogy ez egy nekem való feladat. Itt is saját gépkocsi használattal, mozgalmas munkának néztünk elébe, úgy nézett a hirdetés ki. Az ő javaslatára jelentkeztem erre a hirdetésre. És az akkori szakképzési osztályvezető, akit én később váltottam, miután elment nyugdíjba, a Holvárd Gyura úr, aki előtte szintén az Adiban tanított, és az Adiból került be. Ismerős arcok minden ajtó mögött. Így került a kamarához. Én az Adiban ővele nem találkoztam. Tehát mi egymást nem ismertük akkor, amikor engem fölvett, mert akkor ő már 2 éve a kamaránál dolgozott, én meg 1 éve voltam ugye az 505-ös iskolában. Szó, ami szó, a jelentkezők közül ő engemet választott, amire majd napig hálás vagyok neki, hogy engem választott, mert egy jó tevékenységi formát tudtam hasznosítani a kamaránál. Amikor oda kerül a kamarához, akkor készül az első komolyabb kamarai törvény. Nem sokkal, 1-2 évvel a 99 környékén azt hiszem, hogy el is fogadják. Most a kamaránál dolgozik, most is dolgoznak új törvényen, tehát azért a változások szele az mindenhol megvan. De milyen volt elkezdeni a szakképzési osztályon úgy dolgozni, hogy tudta, mi a szakma, tudta, mi a tanítás, tudta, mi a vállalkozás. Mennyire lehetett ezt, hogy az életben ennyi mindent tapasztalt, jól összegyúrni és hasznosítani? Hát valóban így van, mindegyik hasznomra volt, mert mindegyiket tudtam kamatoztatni a későbbiek folyamán. Ugye amikor kimentem egy képzőhelyre, mert a munkám abból állt az első alkalom, vagy első időszakban, hogy a gazdálkodóknál lévő tanulók képzését ellenőriztem. Tehát kimentem a képzőhelyre, és megnéztem, hogy a tanulókat milyen körülmények között, milyen eszközökkel, milyen formában oktatják. Amikor kimentem hozzá, akkor nyilván a pedagógus tapasztalatból azt már meg tudtam ítélni, hogy a pedagógus oldaláról jól állnak-e hozzá a tanulóhoz, a szakma oldaláról meg tudtam ítélni azt, hogy a szakmát megpróbálják jól oktatni, és valóban jól oktatják-e a szakmát, és hogy a gyerek hogy érzi magát, a gyerekkel is tudtam beszélgetni, és a gyerekkel is tudtam kontaktust teremteni. És innen hogyan vezet az út mondjuk egy titkári pozícióig? Hát ez úgy történt, hogy ugye a szakképzési osztályon dolgoztam, ezt a tevékenységet folytattam. Nyilvánvaló út később még több feladatot kaptam ez mellé. A szakképzési alapelszámolásoktól, ami a gazdálkodók anyagi elszámolását jelenti a minisztérium felé, képzési programok tervezéséhez, képzési programok bírálatához. Tehát ami a szakmához tartozik, ezekben a dolgokban a hosszú évek alatt azért az ember sok tapasztalatot szerzett, és ezekben próbált segíteni. És amikor Horváth Gyula úr nyugdíjba vonult, akkor a kamara akkori vezetése úgy döntött, hogy engem bíz meg az osztályvezetői feladatok ellátásával, így lettem osztályvezető. Ezt a tevékenységet nagyon szerettem, és nagyon sok örömem volt benne. Ezért is utalt rá egyszer, hogy óckodva, te többször is kérték, hogy legyen titkár, ugye? Ha jól emlékszem. Igen, hosszú ideig próbáltak, illetve hosszú ideig győzködtek azért, hogy vállaljam el a titkári teendőket, aminek végül is egy bizonyos idő után beadtam a derekamat, és mondhatom azt nyugodtan minden nagyképűség nélkül, hogy a kollégákra való tekintettel
vállaltam el ezt a tevékenységet, és mai napig nagyon sajnálom a szakképzési osztályvezetői posztot, mert én úgy érzem, hogy ott éreztem legjobban magamat. Itt is jól érzem magam, nem félreértés ne essék, de az volt szerintem a legjobb. Nagyon örülök, hogy megemlítette a kollégákat, mert ezt már akartam kérdezni, hogy mindenhol ilyen jó közösségben volt, mert több fórumon is utalta arra, hogy a Tolnamegyei Kereskedelmi és Iparkamarában most nagyon jó a csapat. Fiatalok, rugalmasak, jól dolgoznak, szeret velük dolgozni, de mindenhol ilyen volt? Gondolom Faddon, igen, ott is fiatalok voltak. Mindenhol ilyen jó volt a munkaközösség? Általában igen. Ez lehet, hogy abból is adódik, hogy én is bizonyos fokig alkalmazkodó tudok lenni a kollégák felé is, de én nem panaszkodhatok a kollégákra soha. Tehát mindig jó környezetben, jó kollégákkal tudtam dolgozni, de most ez valóban többször elmondtam már, a jelenlegi gárda a Tolnamegyei Kereskedelmi és Iparkamaránál nagyon jó, nagyon jó. Fiatalok, tetrekészek, értenek a szakmához mindenféle tekintetben. A gazdálkodók kiszolgálásától a gazdálkodók tanácsadásáig mindent el tudnak látni, és öröm velük dolgozni. Az miért lehet, hogyha mondjuk elmegyünk önhöz forgatni az irodájába, akkor három dolgot látunk, ami egyből feltűnik. Régi mobiltelefonok, pisztolyok és fényképezőgépek. Mert mind a hármat szeretem. Nagyon régóta, gyerekkorom óta foglalkozok fényképezéssel. Elég komoly gépeim is vannak. Azok, amik ott a polcomon az irodában látható, ezek régiségek, tehát a rég múlt idők gépei, de valamennyi működőképes, erre büszke vagyok. A fegyvereket is nagyon szeretem, vadászattal is foglalkozom, és hát a mobiltelefonok azok pedig úgy jöttek, mert ahogy a mobiltelefonok fejlődtek, úgy az ismerőtségi körben mindenki tudta, hogy elkezdtem gyűjtögetni őket, és akkor a leadott telefonokat mindenki odaadta, hozta nekem. Azért hoztam fel egyébként ezt, mert hogy kicsit azért érjünk rá a hobbira, meg hát mennyi ideje van a hobbiára, és akár a családjára ennyi munka mellett. Hát sokkal kevesebb, mint szeretném, ez biztos. Horgászat és a vadászat a hobbi, egyre kevesebb időm van mind a kettőre. A gyermekekkel való foglalkozással pedig, hát az egyik fiamat azt hetente csak képernyőn látom, ő Új-Zélandon van most már 4-5 éve, borászattal foglalkozik, borászatot vezet. Ott kint Tomi fiam, aki a fiatalabbik, aki itthon van Érden, lakik és Budapesten dolgozik építészként, építőmérnökként, ővele azért sűrűbben, de ővel is 2-3 hetet tudok csak találkozni. Ha legközelebb itt fogunk beszélgetni, akkor mondjuk hogy zárna a beszélgetés? Sikerült elérnie mindent, vagy az embernek lehetnek még vágyai, vagy keresi még az új kihívásokat? Hát én úgy érzem, hogy én az élettől sok mindent kaptam, és én elégedett vagyok. A kihívásokat mindig szerettem, most is a kihívásokban kell tevékenykednünk továbbra is. Nem szeretnék már váltani. A koromból adódóan is nyilvánvalóan inkább a nyugdíj felé orientálok már. Tehát akkor ilyenkor az ember már azért lassít. Hát igen, próbálok, de hát nem nagyon sikerül. László, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és beszélgethettünk egy jót, és hát bízom benne is, főleg ezt a nézőknek mondom, hogy sikerült egy kicsit jobban megismerni Hága Lászlót, akár magánemberként, akár titkári pozíciók előtti időkből. Még egyszer köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, a nézőknek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.